Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Mai magazin műsorunk elején elsőként utazásokról beszélgetünk. Stúdió vendégünket köszöntöm, Hagemann Lovasi Beatrixot, a Lovasi és Társai turiszt ügyvezetőjét. Köszöntelek be, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm a meghívást. Nem is olyan túl régen itt ültél nálunk, beszélgettünk sok mindenről, katalógusról, utazásokról, új utakról, új célállomásokról. Akkor beszéltél arról is, mikor megkérdeztem, hogy mi van akkor, hogyha netalántán az euró-forint árfolyam megváltozik, akkor mondtad, hogy hát azért ez nektek ugye elég komoly kérdés, a tervezésnél figyelni kell rá. Akkor mi nem gondoltuk egyébként szerintem, hogy ilyen nagy lesz a különbség az euró és a forint között. Azt meg, hogy jön a koronavírus, azt meg egyáltalán nem gondoltuk volna. És azt gondolom, hogy mind a kettő azért benneteket érint. Hál' Isten a vírus nem úgy, hogy elkaptátok, Isten ments, hanem úgy, hogy azért ma már az utazásokat, igen, a szakmát, az utazásokat sokan meggondolják, mert hadd kezdjem mindjárt azzal, hogy tegnap egy hölgy, aki Rómába utazott, azt mondta, hogy ők már fél éve befizették, őket nem érdekli, hogy mi van, ők vágytak erre az útra és elmennek. De mit tapasztaltok ti? Igen, hát visszatérve az első kérdésedre, valójában ez ritka alkalom, hogy pár héten belül én újra megfordulok itt nálatok a stúdióban, hiszen általában a katalógusunk megjelenésekor szoktunk egy pár szót váltani, és akkor beszéltem az euró-forint árfolyam változásáról, ami egy utazási szakmát abszolút érint. Bár azt mondom, hogy azok az utazási irodák, akik most kezdenek eurót vásárolni, ott biztos, hogy problémák lesznek. Tehát az utazási szakmában erre fel kell készülni. Ennek már a banki lehetőségei is megvannak. Tehát akkor, amikor mi október végén katalógus zárunk, szerkesztés zárunk, és kijövünk a 2020-as árakkal, például most ebben az évben, akkor nagyjából tudnunk kell, hogy mennyi euróra lesz szükségünk a következő szezonban. És ha máshogy nem is, ez mindig ugye a napi euró árfolyamtól függ, határidős árfolyammal ezeket az eurókat már előre le lehet kötni, meg lehet vásárolni. Picit állj meg, légy szíves. Hogy ez mit jelent? Megleptél engem ezzel, mert azt hittem, hogy itt arról van szó igazából, hogy egy utat megállapítatok, és azt mondjátok, hogy ennek 245 ezer forint az ára, az euróba ennyi, valakinek be kell fizetnie, befizetés kész. Csak hát nem egészen mindegy, hogy időközben merre felé tendál. Igen, és ha valaki megfigyeli az árpolitikánkat és a katalógusunkban lévő kedvezményeket, az tudja, hogy az előfoglalási kedvezmény, amit a múltkor is említettem, nem csak amiatt van, hogy nagyobb kedvezményt kapnak a vendégek, hanem amiatt is, hogy ha elfut az euró, akkor is azok a vendégek, akik előfoglalással foglaltak, őnekik biztos, hogy nem fogunk árat emelni, hiszen az előfoglalási kedvezménnyel együtt árgaranciát vállaltunk. Vagyis ő nekik most nem kell izgulniuk. Nem, nekik biztos, hogy nem kell izgulniuk, és ez az, amit mondok, hogy ahhoz, hogy mi ezt az árpolitikát tudjuk tartani, ahhoz nekünk bizony jóval előre kell gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy októberben ugye a pénzügyi háttere az irodának az zömében az én kezemben van, határidős árfolyamokat kötök, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy a befizetések milyen ütemben fognak megérkezni az irodába, és ugye több bankkal is van kapcsolatunk, ahol jobb árfolyamot kapok, ott határidőre ezt lekötöm, és akkor nekem sincs izgulnivalóm, hiszen tudom tartani azt az árat, amit a katalógusban meghirdettünk, még akkor is, hogyha így elszáll az euró, mint ahogy most ez megtörtént. Mielőtt valaki még ugye megkérdezné, hogy de hogy is van ez, hiszen valaki bemegy hozzátok, és azt látja, hogy igen, megyünk Kaléjába, Spanyolországba, ez most mondtam egy összeget, nem tudom, 80 ezer forint, azt hiszem ennél már nem lehet, de... Már nem, biztos, hogy nem. Jó, csak maradjunk ennél, ha jól hangzik. Tehát 80 ezer forint, akkor természetesen ő nálatok forintban fizeti be az utat, de nektek, amikor kimentek meg Spanyolországba, és mindent rendezni kell,
Ott már gondolom nem forintban fogsz fizetni. Mi a szálloda fele, a partner, kinti spanyol partnerünk fele, mert nem közvetlenül a szállodának fizetünk, hanem minden országban ugye partnerrel dolgozunk, így van, ez így sokkal biztonságosabb. A partnernek mi euróban fizetünk. Tehát nekem azt az összeget, ami beérkezik az utastól forintba, ugye euróra kell váltanom, és ennek megfelelően kell kifizetnem a partnereket. Ugye elgondoltam, valaki igen tőkeerős, akkor azt mondja, hogy hát igen, egy 20 millióért most bevásárolunk eurót, és aztán kész. A határidős árfolyam nem azt jelenti, hogy októberben én megveszem azt az eurót, hanem én azt mondom októberben, hogy például március 20-án X mennyiségű eurót szeretnék beváltani, erre akkor kapok októberben egy árfolyamot, és ezt én lekötöm. Ennek van előnye, inkább előnye van, mint hátránya. A banknál. És a banknak akkor tartani kell, függetlenül attól, hogy merre felé ment. Igen. Volt olyan év, hogy azt mondom, hogy kicsit javult az a forint euró árfolyam. De nem ez jellemző. Igen, és ezáltal, ha például márciusban veszem le, és nem kötöm le, akkor jobban jártam volna, de a bankos kollégák is, és a banki szakértők is mindig azt mondják, hogy azt kell figyelni, hogy ugye valamivel kalkulál az ember. Ahhoz a kalkulációhoz kell az árfolyamot belőni, és ha én a kalkulációmnál vagyok, akkor nem kell ezt figyelgetni, hogy most fölfele, majd lefele megy, abban a pillanatban döntsem el én, amikor ugye a katalógusban megszületnek az árak, hogy én ennyivel kalkuláltam, ennyiért most határidőre le tudom kötni az eurót, és nincs benne kockázatom. Ehhez kell a te rutinod. Meg a tapasztalatotok, én ennek nagyon, ez pár fontos. Évvel ezelőtt, kb. 3 évvel ezelőtt az egyik bankból megkerestek minket, és ezt a lehetőséget felajánlották, és én azonnal lecsaptam rá. Igen, mert most dolog, azt gondolom. Nem ülök összeszorult gyomorral a képernyő előtt, és nézem az árfolyamot, mert így van egy biztonságom, tehát a biztonságra megy az ember, hogy nem kalkuláltam rosszul, sem túl, sem alul, mert én ezen az árfolyamon le tudtam kötni azt a mennyiségű eurót, amire nekem egy szezonra szükségem van. Hozzá kell tenni, természetesen az lenne még az igazi, hogyha a spanyol partner azt mondaná, hogy hát nézzétek már szegény magyaroknál, hogy változott, most már lassan 340 forint az euró, segítsünk már, adjuk olcsóban, de nem hiszem, hogy... Nem, ők ezt nem is figyelik. Ők ugye nem is érdekli őket, tehát minek? Nem, az árakat euróban határozzák, meg, és ő megkapja, mit vár. Így van. Alkudozni akkor lehet velük, amikor az ember lekött egy következő szezonra egy bizonyos szobamennyiséget, mivel mi is visszatérő 25 éves partnereik vagyunk, azért mindig általában megkapjuk azt, azt az árat, azt a szállodai szolgáltatást, amit mi szeretnénk. Tehát ott lehet egy kicsit, hogyha kapunk egy árajánlatot, akkor ott lehet még egy pár euró esetleg. Rád néznek és látják, hogy beaszerni egy kis kedvezményt. De ez érthető, aki igen, azért 20-25 éve ott van már. De ha már egy szerződés meg van kötve, tehát azt mondjuk, hogy ezt a szobát, vagy ezt ezt a szobát például 35 euró per főért kaptam félpanzióval, a szerződés meg van kötve, alá van írva, utána ezen ők már nem változtatnak, még akkor se, ha 600 forintig megy el az euró, tehát ezen nem lehet változtatni már utána. Vissza-vissza lehet mondani a csoportot, de ennek is komoly feltételei vannak, megvan, hogy mi az a határidő, ameddig kötbérmentesen lehet visszamondani, és bizony már 60 napon belül kötbérsávok vannak, amit nekünk is utána tovább kell ugye az utasokra terhelni, hiszen bizony előfordulnak olyan esetek, hogy utas valami oknál fogva mond vissza utat. Egyébként, hát én szépen átkusztál a másik igen, témába, hiszen ügyes vagy. Mert azért, ha most valaki azt mondja, hogy kérem szépen, én most éppen Olaszországban mentem volna, oda arra a felső részre, és akkor közben hallom, hogy hoppá, hát azért ott mégiscsak elég sok megbetegedés történt, én nem szeretnék elmenni, akkor azt mondom, hogy hát bemegyek a lovas és társai turisztra, és közlem, hogy bocsánat, de én most nem. Ugye, amíg a vírus veszély nem állt fent, addig azt gondolom, előfordulhatott, hogy valaki, ahogy te mondtad, betegség, bármi okán egyszer-egyszer lemond valamit. De most mi a helyzet? Hiszen azért érthető lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy nem akarok utazni. Igen, igen. Rengeteg telefon kapunk az irodában, próbáljuk az utasokat valamilyen szinten megnyugtatni, de természetesen, ha egy utas fél, és nem akar elutazni, akkor van visszamondási lehetőség. A visszamondási lehetőségnek több variációja van.
ugye akkor van a mi kezünk is igazából megfogva, hogyha már a ködbéres sávon belül vagyunk, hiszen ha a ködbéres sávon belül vagyunk, akkor bizony az olasz szállodák, ha a repülőjegy van foglalva, akkor ezt a repülőtársaságok, igen, ugyanúgy minket is ködbéreznek. Na most első körben meg szoktuk nyugtatni a vendégeket, főleg ha távolabbi még az időpont, hogy nyugodtan a 60 napig tudnak gondolkodni, hiszen az utazás előtti 60 napig nálunk egy egyszeri 5000 forintos lemondási költség van. Tehát valaki szeptemberben akar utazni, ne és izguljon, nem akar, ráér várni így még. Van, ráér még várni, 60 nappal indulás előtt el tudja dönteni. De ugye nekünk tavaszi olaszországi útjaink is vannak, ez ugye főleg a római, férség, nem? Vagy nem, az nyáron, nem? Megy, az megy, az még jó. Nem, de a római utak, a velencei utak, azok bizony ezáltal ugye veszélybe kerültek. Velencei karnevál az nálatok mindig egy úti cél volt korábban. De az még a vírus előtti időszakon lezajlódott, igen. Viszont ugye a tavaszi utak, amik majd most fognak indulni, itt főleg ugye a Velence Dolomitok programunk és a római programunk, ami ezáltal ugye veszélybe kerül. Az a vendég, aki fél, és nem akar elmenni, őt nem fogjuk rábeszélni, mert az sem jó dolog, hogyha valaki úgy ül fel az autóbuszra, nem. Hogy fél. Rettegve kirándulni, így utazni. Így nem lehet, és esetleg ezt a félelmét a többi utasra is átragasztja, és ezáltal egy pánik hangulat alakul ki az autóbuszon. Kevés ilyen vendégünk volt egyébként, aki teljes mértékben lemondta volna az utat. Inkább azt látom, hogy egyelőre gondolkodnak, tehát megpróbálják kivárni ezt a 60 napot, és 60 nap után eldönteni, tehát 60 napon belül eldönteni, hogy amikor a határidőhöz érkeznek, hogy most bevállalja-e azt az utazást, vagy nem. Illetve voltak olyan vendégeink is, akik átgondolták, és ők éltek azzal a lehetőséggel, hogy a májusi útjukat átfoglalták egy szeptemberi vagy egy októberi utazásra. De ez Olaszországot érinti csak egyelőre nálatok? Egyelőre most nálunk csak az olasz utat érinti. Tehát igen. A többi országban azért nincs még ilyen izgalom. Nincs, egyelőre az olasz utat érinti. Én bízom benne, hogy Olaszországban is, tehát Kína is egy hónapon belül túllépett a koronavíruson, pedig egy sokkal nagyobb országról, sűrűbben lakott országról és higiéniában tudjuk, hogy sokkal elmaradottabb térségről van szó, mint például Olaszország vagy egész Európa. Én nagyon bízom benne, hogy Európa és ezáltal Olaszország is egy hónapon belül túl tud lenni ezen a koronavírusos témán. Ebben és mindenki bízik, nem csak az, aki ugye utazni szeretne. Igen, tehát egy pár héten belül már azokat a híreket szeretném hallani a tévéből, a médiából, hogy Olaszország északi részén is visszaszorul a koronavírus, egyre kevesebb a megbetegedés. Könnyű megijeszteni az embereket, mert azért azt mondják, hogy akik a médiumoknál dolgoznak, sok kárt teszünk, mi azért remélem nem, mert hogy ijesztgetjük az embereket ezzel, lásd, hogy most a két leányzó, aki ugye Amerikába jött és Olaszországba ment, aztán végigment itt Budapesten, fürdőbe volt erre-arra, aztán mégis ugye Csehországba lekapcsolták, vagy elvittek őket kórházba. Ilyen bármikor előfordult, akiről nem is tudunk. De, igen, de azt igen. Hiszem, hogy azért a pánikkeltés teljesen felesleges lenne. Az teljesen felesleges, ugye... A felvásárlások az áruházakban megjöbbentő. Ezek is teljesen felesleges, de hát ezt azért a médiából is halljuk, hogy felesleges. Igen, hát a magyar... Aki utazik, azt meg azt még inkább igen, tehát mi magyar emberek egyébként egy kicsit pessimista alkatúak igen, vagyunk. Igen, eleve azok tehát, igen, tehát az alaptermészetünk ez, és ugye azért a média is tudja, hogy mik azok a gyenge pontjai az embereknek, ahol hatni lehet. Na most, ugye ez megtörtént de nektek az elmúlt... Mindegy, nektek aztán főleg nem, nem mindegy, de ez nem csak a turizmusra van. Lesz negatív hatással, hanem sajnos ennek majd egy jó fél éven belül fogjuk érezni a hatását. Én nagyon tartok attól, hogy ne legyen egy gazdasági válság. Ha ez tovább menne egyébként, ez a nagy esélyes turizmusra ilyen kihatással lévő dolog, hogy mindenki megijed, elkezd pánikolni, mindenki lemondja az utakat, nem jönnek a hazánkba a turisták, ettől nagyon sok minden függ a gazdaságban. Igen, ez mind a beutaztatásnál, mind a kiutaztatásnál gondot jelent. Beutaztatásnál már most gondot jelent, hiszen a kínai bejövő turistaforgalom az teljesen le van állítva, tehát nekik egy pár hónap csend lesz, ez biztos. Bár sokan mondták, hogy lehet, hogy most nem kéne senkinek se utazgatni, mindenki majd jön a kis popsiján otthon, nyugodtan üljön le,
várjuk ki, aztán majd utána indulhat minden, de hát nem az vagyunk látnokok, nem, áll meg, nem. És az élet nem áll meg, tehát sokaknak az utazás, az mint például nálunk a családban is, ez a szakmával együtt jár, tehát hogyha én most innentől fogva csak otthon maradok, és nem csinálok semmit, és nem utazok, akkor a mi cégünknek a fejlődése megáll. Tehát most én nem árulok el titkot, én jövő hét szombaton is repülőre fogok ülni, és egy szakmai úton fogok részt venni, semmi félelem nincsen bennem, nem is lesz semmi. Maszk. Így van, így van. Egészségesnek érzem magam, nem tartok attól, hogy esetleg ezt a vírust megkapnám, vagy ha megkapom, és esetleg ez gyengébb. Megkap meg, de nagyon fontos dolgot mondtál, mert mindenki azt mondja, aki kicsit ért hozzá, vagy legalábbis jobban látja, hogy az immunrendszert kell megerősíteni. Így van, és ezért mindenki mert azért tehet. Azt a statisztikát is figyelni kell, hogy az elhalálozottaknak a legtöbbje 80 év fölötti, és valamilyen krónikus betegségben szenved. Tehát... De azért nem árt az óvatosság. Nem árt az óvatosság, mint ahogy influenzában is Kínába meghal. Utazni például. 25-26 éves is előfordul a koronavírusosba is, tehát ezt nem lehet persze kizárni, de az embernek pozitívan kell odaállni. És én mindig azt szoktam az utasoknak mondani az irodában, hogy ugye az olasz utaknak a zömét a húgom, a Zsuzsi viszi. Ha mi csak egy 0,5% esélyt is látunk abban, hogy ez az út veszélyes, és nem szabad elindítani. Nem fogjunk menni, mert a húgomat sem fogom kitenni ennek, hogy ő egy Olaszországba menjen egy csoporttal, és veszélybe kerüljön. És tehát aki ismer benneteket, az ezt 100%-osan mondhatom, hogy csak akkor fogjuk elindítani az utat Olaszországba, bármelyik útról legyen szó, hogyha azt mi abszolút biztonságosnak tartjuk. Én jó utat kívánok mindenkinek, ne kelljen egy utat sem visszamondani, és térjen vissza mindenki épségben egészségesen. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Kedves nézőink, Nemes Vámosi eseménnyel folytatjuk. Ismét megrendezték az ötcsillagos estéket, ezúttal az Éste formáció volt Mustos Istvánék vendége. A következő percekben éppen a szervező Mustos Istvánnal és Süle Zsolttal beszélgetünk. A születés csodája, így kerültem én is Meseországba, szörnyek, manok, törpék, a tündérek világa. Mi vélet, hova tűnt a gyerek szobája? Sárkány a barlangja, bajnokot csatája, végtele tengerek, csak egy óceánja. De az égi mérő fűben, a fáknak odujában, beszélő állatok a bűnna miadásban. Életre ítélve, talán majd máskor, csodákra várva, valahol máskor, csodákra várva, valahol máskor. Életre ítélve, talán majd máskor, csodákra várva, valahol máskor, csodákra várva. Változik minden, jaj, most is ez a nota! De mély betűbe szállnak, felettünk a darba, nőnek a fejükre, egyre nagyobb szarva. Eltörött kezedben minden varázspálca, gyerünk fiam sörér, gyorsan a garázsba. Jó. Életre ítélve, talán majd máskor, csodákra várva, valahol máshol, csodákra várva. Csodákra várva, valahol máshol.
Azon gondolkodtam, hogy már bejártátok azért a nagyvilágot, az országot, a megyét is. Nemesvámoson már játszottatok? Igen, tavaly kaptunk meghívást a Patakparti Esték című rendezvényre, ahol egy fantasztikus élmény volt itt lenne a völgyben játszani. Úgyhogy, és aztán úgy látszik tetszett, mert Pista meghívott bennünket. Sokfajta variációt hozhattatok volna. Kimondottan István ezt kérte, vagy ti úgy gondoltátok, hogy ezt itt most meg kell mutatni? Hát van tényleg van több variáció, vagy többféle felállás, mert valamikor hárman játszik, valamikor csak ketten megyünk, a Patakparton hárman voltunk. És hát Pistának nem volt különösebben elvárása ezzel kapcsolatban. Mi úgy gondoltuk, hogy most megmutatjuk ezt a egy kicsit a monumentálisabb estét a komolyabb hangszereléssel. Egyébként ezeket a dalokat mikor játszottad utoljára mostanában? Hát mi folyamatosan dolgozunk, meg próbálunk, meg hál' Istennek kezd telni a naptár, úgyhogy az idei év az nagyon jól alakul már most így az év elején. Múltkor hallottam egy művészt, aki azt mondta, hogy igen, mondták, hogy ezt meg ezt a műsort hozzuk, de hát azt ugye újra meg kellett néznem a kottát, mindent, hogy olyan régen énekeltem a dalokat, ja, hogy... Nem, ez valahogy nem is használunk kottát, úgyhogy jó. Ez valahogy úgy bennünk van, meg annyira önazonos velünk, hogy ez úgy folyik ki belőlük, tehát nem kell különösebben. Vagy ha vannak, hát nyilván emberek vagyunk, tehát vannak kisebb bakik, de azt a közönség nagyon szereti, főleg, aki mászunk belőle, úgyhogy... Meg lehet, hogy nem is veszik észre. Az a jobbik eset, igen. Egyébként, mert hogy a dalokat ugye tudjátok, bennetek van, itt már próbálkra nincs is szükség? Hát dehogy nem. Nagyon sokat próbálunk, mert mindig finomítunk rajta, meg igazából mindig más egy dalt, úgy más motivum az, ami megérint, vagy máshol érint meg a közönséget. Tehát nagyon sok mindentől függ ez. De a szöveg az nem változik? A szöveg az nem változik, a hangsúly változik, és ettől átértékelődhet, és más lehet, amikor máshova tesszük a hangsúlyt. Hallottam zenészeket arról nyilatkozni, hogy időszakonként még egy kedvenc dalt is picit meg kell változtatni, vagy a ritmusát, vagy egy kicsit funkisabbá tenni, vagy valahogy megvariálni. Ez él bennetek egy ilyen? Spontán szoktunk ilyet csinálni, tehát úgy tervezetten nem, annyira még nem unjuk a műsort, hogy változtassunk rajta. Most még egyelőre ez ad örömet, aztán nyilván majd belenyúlunk, mert de hát van annyi dal, hogy nem tudom, mikor lesz erre szükség. Hát, hogyha már mondtad, hogy van annyi dal, ugye van egy nagy dal, amiben azért már tényleg mindenhol ismertek téged, de azért a Zöld a Máj is egy olyan dal volt, ami azért mégiscsak országosan még ismertebbé tett téged. Készülsz valami hasonló dobásra? Én folyamatosan készülök, írom a dalaimat. Épp holnap lesz egy stúdió felvétel egy pályázatra, ezt még nem nevesítem, egy pályázatra küldöm, szintén egy ilyen országos pályázatra. És hát folyamatosan én is, mint Süle Zsolt, azért próbálok szinten lenni. Az idei évet azt meg mindenképpen úgy terveztem, hogy összeállítok egy zenekart magam mögé, és akkor, mint Süle Zsolt is, megpróbálok színpadra állni, ott, ha lehet. Nagyon sokszor előfordult, hogy ismert zenészek szólókarrierbe kezdtek, és elkezdték azt egyre erőteljesebben énekelni, zenélni. Mi lehet ennek az oka, vagy benned például van ilyen? Nem tudom. Hát ugye az egyetemű zenekarban játszom, ott azért nem önmegvalósításról van szó. Én már nagyon régóta írok dalokat, voltam az zenekarom, ahol értem, aztán egyszer úgy gondoltam, hogy leszek annyira önző, hogy mint Süle Zsolt fogok a pódiumra lépni. Legutóbb, amikor találkoztam, mert bocsáss meg, ugye az az örömzene volt Herenden, igen, amikor azért nektek olyan óriási, ovációs fogadtatásotok van, ami nem tudom, lehet, hogy máshol is ilyen mindig, de ott azért hazajössz, ott hát, más egy kicsit. Igen, úgy szoktam, az egy másik kávéház, az egészen másról szól, mert ez nem a zenélésre érdekes módon. Az ország minden részéből ilyenkor hazajönnek a herendi zenészek, és akkor elhatározzuk, hogy akkor csinálunk három nagyon kemény próbát. A három nagyon kemény próbából kettő az beszélgetés, nevetgélés, szórakozás. És a harmadik sem próba, és aztán így állunk színpadra, és valamitől érezzük egymást nagyon. Nem azért, mert hogy azt szokták mondani, hogy a jó zenészek csak egymásra néznek és tudnak zenélni? Nem tudom. Biztos, hogy szerencsés vagyok, mert jó zenészekkel vagyok körülvéve, és jó időben nézünk egymásra, de... Jó, legyél szerint, de te is jó zenész vagy, azért ezt mindenki tudja. Köszönöm szépen.
Mire készülsz legközelebb, amire most mondtad, hogy igen, hogy lesz pályázat, azt tudom, meg hogy azért már betelik a naptár. Igen, van igen. Valami olyan, amire azt mondod, hogy ne erről beszéljünk, mert ez egy fontos számomra? Hát az estében mindenképpen szerencsére nagyon sok meghívást kapunk már, úgyhogy talán ez az első év, amikor nem nekünk kell a lehetőségek után menni, hanem felhívnak bennünket, és ez nagyon jó dolog, nagyon jó érzés. De ide el kellett érni? El kellett érni, és el kellett telni 4 évnek, és nyilván voltak olyan hullámvölgyek, vagy voltak olyan völgyek, amikor azt gondoltuk, hogy nagyon nehéz, és aztán elengedtük ezt a feszültséget, meg ezt a fajta dolgot, úgyhogy ráültünk a hullámra, és most úgy látszik, hogy szükség van ránk, vagy van létjogos súltságunk. Hát majd meglátjuk, aztán saját munkáimra is odafigyelek, nyilván készülnek az új dalok, felvételek, lehet, hogy még egy lemezés lesz az idén, klippet szeretnék forgatni, pályázat, mindent megragadok, és semmit nem engedek el, tehát most ezt az évet tényleg erre szántam, hogy nincs a lehetőség, amit visszautasítok. A szél nem borgya szél, de mondd meg, mi marad, ha mindez elveszik, és ők is úgy hiszik, hogy mindezt jól teszik. Meséld el nekem, hogy a király mesztelen koronája hatalmas fején. Csillagos esték pontosan 5 évvel ezelőtt indult, és azért, hogy egy kis szint, kultúrát, zenét, érdekességekkel szolgáljunk a nemesvámosiaknak, de nyilván, hogy nem csak nemesvámosiaknak szól, mint például a Trócsányi Süle formáció, nagyon sokan kedvelik, szeretik, és sokan jönnek Veszprémből is. Ugye ők már voltak itt Nemesvámoson, csak a Patakparton zenéltek. Kedvenceid ők? Azért hívtad vissza őket? Vagy úgy gondoltad, hogy itt a helyük ennyi? Egyrészt szeretem a zenéjüket, másrészt meg itt a helyük. Tehát február van, a zene most hiányzott a körből. Januárban a társasjáték délután elég kis játékkal kedveskedtünk a nemesvámosiaknak. A február az általában a zenéje. Meg ezen a mesdjén is megyünk, mert a zene az összeköt, a zene szeretete az mindenkinek úgy egy pozitív elhivatottság, gondolkodás, érzés, érzelem. Tehát én azt gondolom, hogy most ebben az ordidőben, ami most kint tombol, egy nagy melegséget, egy nagy szeretetet hoz a zene mindenkinek a szívébe. A következő fellépők megvannak már? Igen, megvannak. El is mondjuk, vagy még titok? Hát annyi nem titok, hogy egy nemesvámosról elszármazott hölgy, egy erdőmérnök fog jönni hozzánk március végén. Méghozzá, mivel remélhetőleg most már minél előbb itt lesz a tavasz, így az erdőről, a természetről fog nekünk előadást tartani. És nem énekelve? Nem. Nyilván képekkel, illusztrálva, vetítéssel fog nekünk egy bemutatót tartani. Áprilisban pedig a költészethez, a kultúrához még közelebb leszünk, így egy költői est fog áprilisban, még a költészet napján kívül az ötcsillagos esték listáján is szerepelni. Magazin műsorunk végén meghívjuk kedves nézőinket az Életöröm Idősek otthonába, nőnapi ünnepségre, tartsanak velünk! Ez szállt a harangvirág, ez jelzi most ünnepet.
Az embernek egy ilyen otthonban az az első feladata, hogy az időseknek örömet szerezzen. Örömet szerezni pedig jó, én ezáltal azt mondanám, hogy könnyű programot szervezni. Természetesen most már a 15 éve működik az intézmény, ezért ugye nagyon sok fellépő volt már nálunk, úgyhogy nagy a repertoár, könnyű válogatni közülük. Azt gondolom, hogy a mai nap nagyon találó lesz, hiszen Szécsi Pálnak és Máté Péternek a dalait hozta el Tóth Pityu hozzánk. Én láttam az előbb a hölgyek kezében egy-egy szál virágot is. Az a ház ajándéka volt? Természetesen minden évben a ház nem csak úgy megünnepli a nőnapot, hanem a hölgyeknek ajándékkal is készül. A házban azért szerintem jóval többen élnek, mint ahány széket ide be lehet tenni az alaksorba. Ilyenkor mi alapján döntik el, aki előbb lejön, az tudja megnézni? Nem, erre fel vagyunk készülve, itt vannak a karbantartó fiúk, és azonnal hozzák a székeket. Egyébként, amit esetleg egy kívülálló üres térnek rá, az nem az valójában, hanem ugye a tolókocsisokat is hozzuk le, és ugye őnekik kell a hely. Úgyhogy az sem üres. De látom téged, csak a világ érdekel, mint mondod, a sajnos a füledék nem jut elbe. Elnézem neked, de te kezdődött, szíros asszony, nem lehetsz. Egy szám virág, nagy dolog, de egy kucska, mit adhatok? És kívánok még nagyon sok volt, mint napodnak hajam, hogy gondolom, hogy az idősebb korosztály nagyon jól ismeri mind a két művész dalait. Azt hiszem, talán dalra is fakadnak közösen majd? Én úgy gondolom, hogy igen. Azt már lehet tudni egyébként, hogy a 15 éves évforduló lévén, hogy mennyi plusz rendezvény lesz idén, vagy nagyjából annyi lesz, mint a korábbi években? Ami bizonyos, ami ebben az évben más, hogy mindenképpen kötjük a 15 éves évfordulóhoz, úgyhogy ezúttal rengeteg meglepetéssel készülünk, és mindenképpen visszavezetjük az elmúlt 15 évet egy-egy alkalom során. Amikor a nőnapi ünnepség van, mindenki arra gondol, hogy az csak a nők nézhetik meg. Itt is így lesz? Szerintem nem. Én legalábbis nagyon sok lakóval beszéltem a mai nap folyamán. Ugyanúgy a zenét mindenki szereti, hiszen akinek nótája nincsen, annak szíve sincs. Az eső felszállítani, úgy sem tudom. Mondtam, hogy tudják. A szelet megfordítani, úgy sem tudom. Kezül akkor, ó, száll, mint szürke bal, és a perc hordja el. Na, hadd halljam, hogy azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzá néked majd egy színpadon. Azért vannak a jó érdemes tudni, hogy több önálló estel is koncertezem egyszerre, vagy akár külön-külön, és ezek közül kettőből válogattam a mai délutánra. A Szeretni Bolondulásig című Szécsi Pál emlékműsorból, illetve az Egy darabot a szívemből című Máté Péter emlékkoncert anyagából hoztam egy kis vegyes ízelítőt. Miután életöröm idősek otthonában vagyunk, ugye az idő szó az sejteti, hogy ezek az emberek ezeket a dolgokat mind ismerik. Én gyanítom, hogy ha rázendítesz bármelyikre, akkor ők dudolni kezdenek.
Gondoltál olyanra is, hogy picit hagyod őket, hogy ők énekeljenek? Hogy de természetesen, lehet, hogy a nézők ezt még nem tudják, de ez már hagyomány, tehát nem ez az első alkalom, hogy én itt vagyok, úgyhogy lesz itt kórus, nyugodtan dolgozhattok a koncert alatt is, mert nagyon jó kis dolgok fognak ebből kisülni, én már most garantálom, hogy itt remek hangulat lesz. Egyébként, hogyha neked kéne választanod, de tényleg Máté Péter és Széchy Pál is mindig szenzációs művész volt, neked melyik a kedvenced? Mindenképpen Máté Pétert választanám, ha kettő közül nehéz szívvel választanom kéne. De miért is? Mert nagyon, nagyon régóta az életem része. Tehát a Máté Péter emlékkoncertet azt még annak idején 2004-ben kezdtük el mi csinálni, akkor még hatosban, hattagú zenekarral élőben. Úgyhogy a Máté Péter halálának a 20. évfordulóján volt a bemutató. Uh-huh. Úgyhogy ez áll közelebb hozzá, mert ezt csinálom régebb óta, olyannyira, hogy még a fiamat is a Máté Péter névre kereszteltem, tehát két keresztel van a gyereknek, Tóth Máté Péternek hívják a gyereket is. Nagyon furcsa ezt, amit most kérdezek, de voltam már itt olyan zenei eseményen, amikor a művész olyan dalokat énekelt, ami ebben a közegben furcsán szólt. Most másnap mondjak, egy Máté Péter, egy Elmegyek, az ugyanúgy repertoárra kerül? Nem szabad. Nem szabad, tehát teljesen igazad van abban, hogy meg kell válogatni az embernek a szavait is, meg a dalait is, tehát nem szabad az élet végességét itt kihangsúlyozni, hanem itt más felé kell operálni. Nyilván a Máté Péter alapdalok közül az Azért vannak a jó barátok nyugodtan elhangzik és elhangozhat, illetve a Most élsz az szintén egy olyan dolog, ami abszolút gyönyörű, és a Máté Péter műsorból ide passzol. Természetesen Széchy Pálnak is megvannak ugye ezek a fajta dalai, mint az Egyszál harangvirág, ugye nőnap alkalmából nyugodtan lehet vele a hölgyeket köszönteni, a Karolina, a Gedeon bácsi, és a többi, stb. Tehát válogatni kell, ez igaz. Milyen hosszú műsor lesz ez? Mert most belegondolok, hogy azért Máté Péternek rengeteg nagyszerű dala van, Széchy Pálnak is, az összeset nem is tudnád azt, amit most hirtelen játszani. Mennyivel készülsz? A mai délután az egy félórás műsor lesz, de tényleg igaz az is, hogy az ember, amikor egy ilyen emlékestet összerak, vegyük akár egyben a Széchy Pált, vagy egyben a Máté Pétert, akkor mindig ott tartok, hogy melyik ujjamat harapjam meg, és melyik dal maradjon ki, mert ugye 80-90 percnél nem lehet tovább menni. Itt mondom, most egy 30 perces, hogy is mondjam, egyveleg lesz, illetve válogatás lesz a két est anyagából. De Pisti, mióta énekelsz? Mivel 2020 van, ezért pont most gondoltam bele, hogy a 30. évemet kezdtem a pályán. 1990-ben kezdtem. Azt a mindenit is. Azóta hányszor énekeltél Széchy Pált és Máté Pétert? A Széchy Pali később jött, a Mátét azt meg se tudom számolni. Tehát Máté Pétert azt mondom, 2004-ben kezdtük el csinálni. Úgyhogy azt 16 éve. Meg se tudom számolni, hogy hányszor ment le ez a koncert, imádjuk mind a mai napig. Akár így, tehát akár egyedül, akár élő hangszeres játékkal, most két emberes ez a dolog, tehát élő hangszeres előadásban is két emberrel működik. Felnar Attila kiváló gitáros kollégámmal csináljuk ezt most. Nyílt a kapu, illetve rá, nem volt az már, csak a mamám, rád is mondod, gyere be. Meg is kérem, a gyerek egy utó, és a többi látszó. Magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm szépen nézőink figyelmét, további szép estét, jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!